Itt állok a Magyar Mozi és Videófilmgyár bejáratánál. 1988. januárját írjuk, és elhatároztuk, hogy a Magyar Filmhíradó kamerájával végigkövetjük egy népszerű ember egy esztendejét, és azt az év utolsó hetében közreadjuk. Lehet, hogy egyetlen egy ember példája nem általánosítható, de sokunkra igaz kép áll össze. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem késtem, ugye? Nem. Elnézést kérek, csak én mindig így szoktam a jöttemben meginni reggel a tejszínabos kávémat, úgyhogy bocsánat, néhány percet mégis késtem. A következő kérésünk lenne, a Magyar Filmhíradó kamerájával szeretnék nyomon követni ezt az évét. Találkozni önnel havonta, két havonta, ugye elbeszélgetni saját dolgairól, aktuális dolgainkról, benne van? Boldogan, nagyon szívesen, de most így könyörgöm, ígyük meg a kávét benne a Hiltonban, jó? Az egész távol vendégem, gyertek gyerekek! Köszönjük szépen, kösz szépen! Az egészséges életmódról nem lehet eleget beszélni. Gálvölgyi János nagy híve a tömegsportnak. Első kérdésünket egy népligeti futóversenyen tettük fel a népszerű művésznek. Honnan ez az erő, ez a frissesség? Hát az igazság, ezt általában rendszeresen csinálom, ha időm engedi, hetente kétszer-háromszor, de mondjuk egy ilyen alkalommal nagyon jó érzés az emberek között jó levegőn futni, és a kondíció hozzátartozik a pályánkhoz, a szakma az másképp nem is lehetne csinálni, de ez is olyan, mint az életben minden, hogy nem szabad túlzásba vinni. Parancsolj, foglalj helyet! Köszönöm szépen, kedves egészséget! Már itt is van Gálvölgyi János. Jó reggelt! Jaj, újabban itt kávézom, a Volvomat is lecseréltem, ugyanis építkezni fogok. Hát nem olcsó mulatság, de aktuális téma. Az, bár én csak az elején járom, ígyuk meg a kávét, jó? Mikó István barátom erről többet tudna mesélni. Hobbim a főzés, csak jár összefut számba. Az az igazság, hogy az utóbbi időben kevés idő marad rá, mert sokat járok vidékre, és belekaptam egy építkezésbe is. Apropó építkezés, talán rajtam is tudnál segíteni, meg a nézőkön is. Honnan szerezzünk téglát? De az én módszerem nem túl gyors, de nagyon sok utájárástól kíméli meg az embert. Hát ha minden jól megy, akkor jövő ilyenkor már cserepet sütök. Egy gyönyörű tavaszi napon a közlekedési morálról beszélgettünk. Bocsássa meg, művész úr, mi a véleménye az országutakon uralkodó terrorról? De ha lehető legrosszabb, és azt hiszem, hogy egyre napról napra agresszívebbek vagyunk, a csuda tudja, hogy miért az utcán, és ezt az agresszív vezetést még nehezebbé tesz, illetve ennek az elviselését az autók rendkívül rossz műszaki állapota. Néha olyan kocsika lehet találkozni hétköznap, meg vasárnapokon a csúcsforgalomban, az ember szíve szerint még az udvarra sem engedne le, nem hogy az M7-esre, vagy pedig hát egy ilyen nagy forgalomba az utcára. Nem akarom tovább fönntartani, jó utat kívánok! Köszönöm szépen! Az év közepén is túl vagyunk, a művész a Balatonra utazott egy új környezet kímélő autóval. Örömmel köszönjük művészül abból az alkalomból, hogy ön az első, aki gázos autóhoz kapott hajtási engedélyt. Meséljen valamit az előnyeiről. Én csak az előnyeiről tudok mesélni. Nagyon praktikus, nagyon tiszta, nem szennyezi a levegőt, rendkívül keveset fogyaszt. Én a motorhoz azóta hozzá nem nyúltam. Nagyon boldog vagyok, és remélem, hogy az egész világon elterjed, hogy nálunk is egyre jobban elterjed majd. Egy dolog van, amit hát tudomásul kell venni. Nagyon-nagyon pontosan, precízen be kell tartani a biztonsági előírásokat. Köszönöm, jó utat! Köszönöm. És csak nem indul, szemétládok, ezzel szól. Szegény kis autó, rácsapadok én is egyet? Nyugodtan csapja rá, itt adtam rendezvút, ne arra, mostanában itt kávézom, akartam telefonálni, hogy nem tudok elindulni ezzel a szemétláda kocsival. Ráadásul a macskám étvágytalan, az aranyhalamnak légszobja van, a kutyám búskomara, van baj elég.
Hát egy társadalom civilizáltságát az is jelzi, hogy milyen a viszonya a természethez, amelynek szerves része az állatvilág is. Erről nagyon gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Igaz, Artur? Az igazság az, hogy én nagyon szeretem az állatokat. Nem szégyellem gyerekkorom óta, nagy állatbarát vagyok annyira, hogy például nekem ma, a mai napig nincs gyapjúingem. Pontosan egy gyapjúingem van, azt is a molyoknak tartom, ha megéheznének. Kiskutyám, ők is milyen szépen békésen megvannak együtt, de úgy érzem, hogy eljött ez ideje egy új állatvédelmi törvény megalkotásának, bár azt is meg kell vallanom, hogy az embervédelem körül még mindig vannak problémáink. Elnézést kérek, eljött a vacsora ideje, és az a ritka alkalom akkor, amikor én itthon vagyok, szeretem a családomnak én elkészíteni. Bocsánat. Jó étvágyat, fiam! Na, vedd már le! Én azt hiszem, aki az állatot szereti, rossz ember nem lehet. Morongós őszi idő van, de a művész évelei ígéretéhez híven rendelkezésünkre áll. Itt vagyunk Gávölgyi János legújabb törzshelyén. Már itt is van, a pontossága még a régi. Jézus anyám! Bocsánat, elejtsen. Kicsit rozog ez az autó. Szép, ez az új törzshelyem, jövök fiúk, itt kávézom, brumozok, minden. Árpin. Bocsánat, eladtam igen. Már mindenemet. Igen, de elkem még meg. Már beszéltünk, már jobb körülmények között is. De miért rossz a körülmény, Árpi? Miért esik, vagy mi van, vagy fázol? Árpikám, paccal van minden. Szóval, telkem még megvan ezen a hétvégén. Gyertek el a telkemre, jó? Egész táb. Hát annyian ne azért sokan vagytok, Árpi. Te gyere, de nem iszol annyi. Gyere, Árpikám. Végül elfogadtuk a meghívást. Valóban jobb környezetben, és ami ennél is fontosabb, jobb állapotban találtuk a művészt. Nagyon szeretek a vízpartot, szeretek horgászni, szeretem a halakat, szeretem a vizet, szeretem a csendet, szeretem a természetet, és itt még külön öröm a vízparton nézni fiainkat és lányainkat, akik készülnek a Szőlő olimpiára. Az nagyon tud idegesíteni, hogyha elviszik véletlenül a horgomat. Nagyon bízom benne, hogy nagyon sok arany akad majd Szőlban a horgunkra. Túl vagyunk az olimpián. Aranyak is akadtak jócskán a horgunkra. A művészt ismét sportolás közben kerestük meg. Hát ezt nevezem. Futott, horgászott már, nem is tudtuk, hogy Gerejt is hajt. Ráadásul itt a stadionban. Hát az igazság, élek halok a Gerejért. Ami kollégáim általában mondjuk hát lovagolnak vagy teniszeznek, én maradok a gerehajításnál és az atlétikánál. Önnek, mint amatőr sportembernek, mi a véleménye a sportpályákon elalkodó dopping használatról? Lehető legrosszabbat mondjam meg, mert túl az, hogy megkérdőjelezi az elért eredményeket, felborítja az ember hormonháztartását. Most vallja be, ön soha nem használta? Próbálkoztam vele, de rám, hála jó Istennek, semmi káros hatása nem volt. Üdvözlöm, művész úr! Hopp, hopp, tessék vigyázni, hoppá, jaj. Bocsánat, elnézést. Marika drága, két nagyon finom szimplát a bárki úr számlájára. Töltse meg, Marika drága, ő fizeti. Csak a neve szimpla. Erre nem számítottam. Nem, meghívtam. Bocsánat, kérdezhetek, művészet? Kérdezzé, drága Árpikám, kérdezzé. A Marikát zavarva, ide járok minden egész nap, csak igen, mindig zavarva van. Ilyenkor évvége tájékan azt tudok kérdezni, hogy hát mit vár ugye az új évtől, 1989-től, ja, kezd-e új életet? Hát Árpikám, az ember manapság nálunk havonta kezd új életet az adótól függően. Hát erről mi már beszélgettünk. Ja. Egész pontosan érkezett Gávölgyi János. Ja. Hát végül bevallottam, és erre futott erre a kis rollerra, de szeretem Árpikám egy jó kávét. Köszönöm, nagyon szívesen elfogadom. Hideg van. Orral, cukor nélkül. Kettő cukorra szabadna. Cukor. Kiszolgálod magad, vagy adjam én csak így? Ha elvehetem, köszönöm szépen. Valam, egy, kettő. Árpi, ne haragudj meg, de itt a falnak is füle van. 6 forint kávé.